A város legfontosabb döntését hozták meg a Bonyhádi képviselőtestületi ülésen, elfogadták az idei év költségvetési rendeletét. Az ülés egyperces néma főhajtással kezdődött, Kolozsiné Gergely Ceciliára, a Felvidékiek Egyesületének elnökére emlékeztek. 4,1 milliárdból gazdálkodunk az idei évben. Úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés, ez a rendelet, ez tartalmaz minden olyan szükséges eszközt, amivel minden intézményünk tud rendben működni. Egy jelentős fejlesztési tartalékkal fogadtuk el, tehát az arról nem lehet szó, hogy esetlegesen egy ilyen választási költségvetést hoztunk volna létre, hiszen szeretünk óvatosan tervezni, és inkább az év során, amikor már biztosan látjuk, hogy hogyan alakulnak a számok, akkor többet költeni. Egyébként is én úgy nőttem fel, és úgy tanultam, hogy akkor kell megfogni a pénzt, amikor van miből, és hál' Istennek van, hiszen 1 milliárd forintos többletforrással fordultunk az évbe, tehát ennyi maradványjal számolhatunk az idei esztendőben. 100 millió forintot a civil szervezetek számára, 32 millió forintot pedig a sportélet biztonságos működésére fordítanak. A polgármester elmondta, 12%-os béremelés sikerült saját forrásból eszközölni a városnak minden önkormányzati és hivatali dolgozó számára. És akkor szavazunk róla, aki elfogadja, kérem jelezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, köszönöm szépen, hogy egyhangulag tudtuk elfogadni 2021-es évi városi költségvetés rendeletet, és akkor holnaptól folytatjuk a munkát, mert ami abban benne van, azt ugye végre is kell hajtani, úgyhogy kezdjük a támogató jókiratoknak a szerződéseknek a megkötését, és a sok-sok munkának a megrendelését. Betöltésre kerül a Cseh Miklós halála okán megüresedett házi orvosi praxis is. Én örömmel tudok arról beszámolni, hogy gyakorlatilag egy hónap alatt megállapodásra jutottunk dr. Németh Csabával, aki egyelőre április 1-től, de teljes állásban 40 órás helyettesítéssel látja el a körzeti orvosi feladatokat a hármas körzetben, majd amikor a praxisok egy éve lejár, akkor azt követően pedig főállásban és nem önkormányzati alkalmazottként tudja majd ezt megtenni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Ugye dr. Németh Csaba Szekszárdi kórház főigazgató főorvosa volt december 31-ig, egy kiváló belgyógyászról beszélünk, aki fiatal, és remélem, hogy több évtizedeken keresztül fogja még a bonyhádiak egészségét szolgálni. Döntöttek még a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvoda nyitvatartási idejéről és a beiratkozás időpontjáról is, ami április 23-24-e lesz. Figyelembe vettük azokat a tervezett felújításokat, ami nagy mértékben érinti részben a Szélkakasos óvodát, leginkább a legnagyobb részben, hiszen ott egy nagyon nagy mértékű felújítást tervezünk, és ezzel számoltunk annak a nyitvatartási rendnek a megalkotásakor. Aki ezt támogatja, kérem jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, egyhangulag elfogadtuk. Az ülés további részében a képviselők döntöttek arról, hogy nem vezetnek be forgalomkorlátozást a Gyár utca 9-10 mögötti közterületi parkolóhelyen. Továbbá a köz- és gyermekétkeztetés is napirendre került.